Hát nálad úgy is lesz. Hallottam sok live, úgyhogy... Ja. Na üdvözlök mindenkit, én is benne vagyok most már a live-ban, most ütöttek el, hát mi azért rendes gyerekek vannak, azért lehet bennük bízni. Na, hol is vagyunk? Itt vagyunk, jaja. Na hát azt várjuk, mert látjátok itt fent a jobb fegy sarokban pörög egy kicsit az idő, mert ugye nagyon lassan és éjszaka van, és én mondtam, hogy nem jövök már be éjszaka. Szia Maros papi! Szia Tomi! Tehát mondtam, hogy nem jövök már be, mert hogy éjszakát annyira, fú, hát mondjuk most mi vagy, éjfél után már nincs olyan sötét? Most én úgy látom, hogy eddig olyan nagyon sötét volt most meg, mint hogyha már most ellátni a hegyekig, meg minden. Vagy én világ, lehet, hogy én vettem feljebb a múltkor azért, hogy lehessen látni, nem tudom, de most, mint hogy én jobban látnék. Na, szóval, hogy éjszaka annyira rossz dolog megy, a lámpák, minden alig lehet látni, hogy mit csinálunk, mindegy, és akkor most egy kicsit át lesz már most hajnal egy van, mindjárt reggel lesz, addig megkérdezem a fiúkat, hogy miben lehet segíteni, mi lesz majd, milyen munkát adtok nekem, és akkor majd segítek csinálni. Igen, itt vagyok pedig. Igen. Tényleg elment a hang? Igen, pillanatra. Nagyon sok rosszat mondtam rólatok, azt tudnotok kell. Akkor azért ment. Akkor azért, ja. Na jó van, Maros papinak köszi a jó játékot, kánt Andis is lúcot küldött, és felolvasom, akkor is van még egy kis idő, 2 óra 20 perc. 1078. történelmi fejtágítók Santiago de Compostelában, ez El Camino végpontja amúgy, akkor ez Spanyolországban lehet. Santiago de Compostela. Nem megyünk oda el egy-egy sétálni majd, Laci? De elmehetünk. Hát egy pár száz kilométert le, kis laza séta. Na mindegy, szóval tehát Santiago de Compostelában, azért mondom már mennyiszer, mert úgyse hallottunk még erről a városról, elkezdődik a román stílusú templom építése. Hát ez a román stílus, ez szerintem római stílus, csak ugye román, római, tehát ez szerintem ez ugyanazt jelenteni, de igen, román stílusnak mondják, de amúgy hát románoknak valószínűleg semmi köze hozzá, hanem a római, hát nekik ők ilyen nagy világhódítók voltak, tehát valószínűleg az csak egy ilyen nálunk, ez máshogy mondják. Hogy nálunk ilyen kétértelmű. Na, hát itt rohangálnak. Van nekem is fejlámpám? Mondjátok már, hogy van ez? Van fejlámpám. F betűvel bekapcsolom a fejlámpát. Várjál, Laci, nagy baj van. Én is így nézek ki. Akkor mi lehet, hogy testvérek vagyunk? Az én karakterem is így néz ki. Ikrek vagyunk. Itt mindenki baseball sapkát hord. Tehát itt véletlenül sincs ilyen, hogy én most szalmakalapot akarok, mert én... Há, nincs. Vagy kucsmát, vagy valami. Tehát itt mindenki ilyen igazi... Hát mint egy, mi volt a tanároknál volt ez, akkor cikizték őket, hogy ilyen kockás inkben vannak, vagy nem tudom, hogy itt lehet, hogy mindenki tanár közülünk. Na mondjatok akkor valami melót. Mondjatok valami melót, mire üljek, melyik földre menjek, mondjatok valamit. Hát amint kinől, akkor lehet menni, azért pörgetjük az időt. Hát jó, de addig nincs meló. Milyen hát, dolgok? Milyen? Hát nem tudom, a füvet lehet, hogy már lett. Hát azt mondtad, hogy itt van egy csomó munka. Kiderül, hogy nincs semmi. Na, akkor megyek, megnézem már a lovakat. Hát lovak már nincs. Mi? Már nincsen? Eladtad? El, mindent. 250 ezeret szereztem belőle. Ja, ez előbb még volt. Azt mondtad, hogy majd reggel adod el. De nincs is még hát reggel. Már reggel van. Hát nincs még reggel. Az... Ja, jó, hát most már fél hét. Most már mondjuk tényleg. Tényleg jön fel a nap. Mostantól kezdve Laci dollárért tudtok lovat, saját lovat vásárolni. Jól van. Tú, bejött a motoros szezon, gyerekek. Behallatszik, hogy elmegy egy motor a ház előtt. Na, akkor mondjátok, hogy milyen melót csinálják, hát minek jöttem én ebbe, hogy itt tártsam a számat, akkor reggelizzünk meg egy kis zsíros kenyér hagymával. Mondanám, csak itt én mondod egyfolytában a dolgokat, a 28-as, 29-es ele. És hol fogom ezt megtalálni? Hol van itt 20? Ez nem jó. 20. Ja, ezek a kis picik, én ilyen nagy földeket néztem. Ezt a kis piciket akarod rám bízni? Igen, a fűnyíróval ebben. Nem mondod, hogy én most füvet kell... Na mondjad, akkor melyik... Én amikor legelőször füvet nyírtam, az nem így nézett ki. Most melyikkel nyírjam? De vagy megfogod a kombányt, és elkezded a földet nyírni. Az még jó, az jobb, az nekem jobban tetszik. Hát akkor menjél, én meg lenyírom a...
ott a kombány, hátul van az eszköze, a mögötte. Akkor ezzel akármelyik feketével mehetek, ami itt van? Igen. Patrik úgy is belül a másikba, és akkor... És melyik földet kell? És melyik földet kell? Melyetek kérlek ez? Szépen 21, 22, 13, 18. Várjál már közben, nekem keveset játszottam ezzel a játékkal, és még bajaim vannak az irányítással, de többet kéne vele játszok. Ugye? Nem a G. Melyikkel nyitom ki a tetejét? X. Ja, X, jó. Nyílik. Én meg akkor lenyírom a füvet. És akkor hol van a kis bajuszkája, amit... Ott a hátam. Hátam. Ja, itt a hát, itt van valahol ez hátul. Itt vagyunk valahol, ja, itt a nagy sárga. Majd mindjárt újra megkérdezem, hogy melyik földet, mert hogy elvesztettem itt a fonalat már az elején, legelején elvesztettem a fonalat. Már a legelején? Hogy melyik földet is kéne. Már a legelején elvesztettem. Ja. Bizony, az ilyen. 21, 22, 13... Várjál, nézzem a térképet. 21, 22, ez itt a mellettünk. Én jó, akkor 21, 22, 13. Jó, akkor ezt mondtad, igaz? Még 18. Jó, most maradjunk. Menjünk csak szépen sorba, ne rohanjunk. Tiervusz Katalin, üdvözöllek! Üdvözlöm Kanizsát, ez melyik map? Ezt nem tudom, ez melyik map? Nem tudom, itt van egy vár itt fent a tetején, lehet, hogy abból neked kiderül, hogy ez melyik map. Jóságban, rég hallottam. Most miattad meg fogom venni a falunk szünetet, 18-at olyan nincs is szerintem, 19 van. Akkor miért is leszek? Szevasz Mancskarcsi. Jól van, megyünk erre fele. Írja közben Róbi nekem, hogy Románia 1916 VBL britek behívják a románokat. Az a feltétele szálltak be, megkapják az ertét, Magyarország elintézte a románokat. Patrik, majd próbálj már meg egy kicsit helyesen írni, mert értem. Na jó, én csak próbáltam. Hát van 18, de én úgy tudom, hogy a 18, az talán, tehát ami páros, az szerintem telefonra jelent meg, nem? Nem jól tudom? Valami, igen, mint a ilyesmit hallottam volna. Na jól van, akkor viszont melyikkel teszem le, úgy gyerekek, ez tényleg... Nemrég kell. Nem is voltam hozzászokva, de már el is szoktam tőle. Lemaradtam a közös EU. A bekapcsolási leengedés, arató szerkezet leeresztése, V. Aha, ez jó, az megvan. És akkor B betűvel bekapcsolom. Úgy né. Aha. Csinálja. Lesz esély, Katalin, hogy közösen úgy is beszéltük már Axellal, mondta nekem, hogy live-on kívül beszélt. Szia, Katalin! És mondta, hogy majd összerítjen tűnteletek közös live-ot. Persze, rendszeresen ráadásul. Szia. Szia Katalin, Kelly Katalin. Én ma várom. Neked amúgy a farming megvan, Katalin? Mert itt ugye van bérelve direkt egy szeró például erre is, de csak egy kérdés, hogy például neked van-e ilyened? Még távolabbra? Nem tudom, megnézzük, hogy mi van, ha még távolabbra. Hogy jobb ezt nézni? Hát én távolról nézem, te meg nézd úgy, ahogy jól. Én meg így, milyen, mint a munkások. Rádi, jó napot kívánok, főnök. Tetszik látni, dolgozzunk. Itt egy kis passziánszot nyomok meg, ráérek. Patrik, te jó. Szeretnél lovat? Vagy Patrik, na, Róbi. Megvan, Katalinnak megvan. Hát akkor nincs is miről beszélni. Na, akkor hát, ez szupi. Már beszéltünk is róla, adjuk a kódot, modot, mindent, amit mit, hova, merre, és akkor már na, lehet is dolgozni. Hát ha most rájössz, akkor... Csülengedés, arra... Discordon megvan neki, nem? A rendezetnek a bekapcsolása, várjátok. Ennél nem lehet, jól van. Ennél a terméktípusnál nem lehet rendszeres, vagy micsoda, rendezett szórást csinálni. Katalin, a leírásban megtalálod a DCM-nek a linkjét. Oda becsatlakozol, és akkor be tudsz jönni hangba, és akkor küldök neked DC-n egy linket, és akkor onnan le tudod tölteni a módokat. Azt majd elmondom neked, hogy azt, vagy most már be is tud lépni most?
Felőlem most is be tud lépni. Már csak, hogy nem vagyok benne biztos, de lehet, hogy már tud. Hát ha van kedve, akkor lépjen be. Szívesen látom. Hát az hogy ne, meg hangba is. Hogy ne. Persze. Farmer lányokat úgyis még a... Farmeros lányokat. Igen. Rajtunk is farmeros baseball sapka van. Gondolkod. Összeöltözünk. Ha fel tudsz jönni, kicsit beszél. Hogy ne, gyere. Már itt is lehetnél. Már most is késő, ha most lennél itt, úgyhogy jöhetsz. Ott a leírásban megtalálod a linket, és akkor ott be tudsz lépni, és akkor én úgy is látom itt. Rögtön kidobja nekem a Discord, hogy beléptél, és... Hát az enyémen szerintem bent vagy már, csak viszont most a Kostyálacién, akivel beszélünk, tehát neki... hogyha ő live-jára átmész, tehát ugye az én videóm alatt ott van, meg én szerintem beköszönti az előbb oda is ő hozzá, tehát az én videóm alatt is ott van az ő linkje, és most a Laci-én vagyunk, tehát hogyha oda is be tudnál lépni, mi most ott beszélgetünk, ott vagyunk Lacinál, mert mi ugye együtt szoktunk így játszani, tehát hogyha oda is belépnél, az se baj, mert azért akkor látom, tudnánk itt. Adok neki rangot, és akkor be is tud lépni a társalgóra. Na, helyes. Így. És akkor be is tudsz most már lépni a társadalmat. Szevasztjuk tovább. Most már kaptál rangot is, úgyhogy szép brilla rangot. Ezt szeretik a lányok, meg én is. De... Axel is ezt a szint kapta. Igen? Igen. Színes egyéniségek vagyunk most már. Jó napot kívánok! Hello, hello! Na, de jó, hogy beszélünk. Na, kicsit átrendezem, így. Nem, még most nem, tehát csak egy kicsit feljöttem beszélgetni. Jó, de mert nekem itthon dolgaim vannak, meg közben, tehát úgy szoktam ilyenkor már vasárnap délután, hogy rendezem holnapra a dolgokat, gyerekek iskolába mennek így dolgozni. Tehát, és akkor úgy szoktam még, hogy promócozni szoktam, mert abban ugye bármikor meg tudok állni, ott nem dob ki a szerver. És... tehát persze, majd jövök veletek, ha gondoljátok. Oké, hát hogy ne, örömmel tölt el minket a tudat, a gondolat. Mindenkit, és mindenki szégyellje el magát ott a chatbe, aki nem dobott még egy lájkot, mert látom többen vannak, mint a lájk. Hát összejön az a végére azért. A végére. Persze. Nem, én így szoktam, meg hát aki ismer, az tudja, hogy hát ezt nem vérkomolyra szoktam. Jó, hát tudjuk. Katalin egy nagyon vidám, úgyhogy majd, hát most nincs bent a linke, de majd nyilván betesszük, hogyha majd játszunk vele, akkor aki még majd nem ismeri. Ő nagyon sokat szokott például ETS-ezni többek között, de úgyhogy majd fogunk együtt kamionozgatunk meg hát de zombi ölésbe is kiváló, úgyhogy majd. Egyenlítődik most már a lányok és fiúknak a száma. Hát így van, de hát ez így jó. Legyen is. És Katalin amúgy használ webcam. Hát itt ugye se Laci, se én nem használunk, de kell viszont használ. Úgyhogy majd ez is egy nagy piros pont azért. Na. Ja, a Kelly nevem az az én szokott lenni az... A Discordon. A Discordon. Nem a Discordon. A Discordon nem úgy volt? ETS-ben. Vagy ETS-ben, ja, igazad van tényleg. Én követtem amúgy, szoktam figyelni a live-ait, attól függetlenül, hogy nem írok be. Már most már ezen túl írjál is be. Akkor. Nem szoktam, én ilyen csendes figyelő vagyok. Csendes? Elég, ha beköszönsz. De nekem be is írtál, Laci, az akkor mitől volt? Hát azért, mert olyan játékkal játszottál, ami érdekel. Helyes. Amitől megindultak az újjai. Igen. Laci mindig ő volt az első a cseten, amikor még nem kezdtem. Mikor kezdődik már? Mikor? Van még 5 perc. És akkor... pont kiszámoltam a lúcot, és emlékszel, apa kezdődik. Igen. Néztem a streamet visszafele, Axel. Igen. És láttam, hogy nem nyilvánosra tetted, az direkt van? Tehát most az előzőt? Aha. Ez, én nem tudom, hogy másnál is így van, vagy nem, de én sose gondolkoztam ezen, amikor, tehát nyilvánosan megy ugye a live, tehát nyilvánosan megy, csak nekem úgy szokta csinálni, mindig is így csinálta, és ez lehet, hogy nektek nem így csinálja, de én nyugodt voltam, mert hogy azt hittem, hogy ez mindenkinél így van, nem tudom, majd mondjátok meg. Szóval nekem úgy van, hogy lemegy a live, és akkor utána nem nyilvánosra teszi, és nekem kell átkattintani minden egyes live után, hogy
legyen nyilvános. És, na, akkor a... és lehet, hogy ez csak egy beállítás, csak én nekem mindig is így volt, és azt hittem, hogy ez mindenkinél így van, mindenkinél rá kell nyomni egy kattintás, ízés. Én már most rányomtam, tehát nyilvános most már, csak... Tehát, hogyha mielőtt elindítod a streamet, a kép alatt ott van, hogy speciális beállítások, és abban belül van, hogy ha miután a YouTube feldolgozta a, magát a streamet, hogy most zártra teszed, törlöd, nyilvánossá teszed, nem nyilvánossá teszed, tehát ott külön én sokat nézegettem, nem tudom, akkor ez lehet valami elkerült ott a figyelmemet, mert én meg voltam nyugodva, hogy ez mindenkinél így van, de aztán lehet, hogy kiderül, hogy mégsem így van. Akkor a másik, az EU2 működik a Perfix, ugyanúgy akkor, hogyha a pót rajta van a kamionon, ugyanúgy működik, csak a fuvar végén levonja az összeget. Hát engem mondjuk úgy dobtak oda be, hogy onnan nem tudtam kijönni, tehát mondjuk nekem az volt a baj, hogy engem nekem jöttek, így felrepültem a levegőbe, beestem egy olyan helyre, ahonnan zárva volt a kaput, tehát én onnan nem tudtam kijönni, úgyhogy nekem azt le kellett mondjam mindenféleképpen, azzal nem tudtam mit csinálni, mert hát ott van ilyen, hogy csak így felrepülsz a levegőbe, és behajított egy udvarra, aztán úgyhogy én ritkán szoktam így járni, de hát nekem jöttek hátulról a lámpánál, mert megálltam lámpánál, ugye, mert rendes gyerek vagyok, és akkor... aztán belém jöttek, de hát ez van. Szia, kapitány! Általában Nika szokott így járni, de én most Axel helyett is így tűnik át. Jó, de ez a kettes miatt, mert ugye a négyesen nem tudnak belém jönni, tehát ott ugye nem járnánk így, igen, de hát most a kettes miatt belém jöttek, aztán ez... Igen, amúgy is pont ezért szeretem a kettes, mert ez teljesen reális, tehát... Igen. De, tehát a, hát mondjuk ez nem az... volt reális, ahogy felrepültem, tehát... Igen, sok a noob, sok a paraszt... Tehát mostanában szoktam is beszólogatni nekik angolul, hogyha olyan a helyzet, hogy esetleg egy kicsit megcsinálom. De ő velünk jött amúgy, tehát ráfesszük. Szóban? Ja. Hát ő nem, szóban nem volt velünk, de egyébként ő velünk jött, tehát ő nem volt olyan értelme idegen. Sőt, na, ráadásul szutyok transzos volt, várjál még ráadásul, szutyok transzos Tibi. Jaj, a Tibi, hát az megint, hát a Tibi az más. A Tibi az más. A Tibi az más, miért? A Tibi az más. Mert a Tibi, a Tibinél ezt el kell nézni. Na, hát mindegy, csak hogy most eszembe is jutott, hogy a szutyog transzos volt ráadásul. Majd legközelebb, ha Tibi ilyet csinál, meg kell neki mondani, hogy be lesz nála nyújtva a számla. Jó, hát abból a 80-valány millió euróból, valaki nem érdekes, mert ott voltunk már a városban, ott voltunk a célnél, tehát levezettük csak... Hogy a legközelebbi kocsis sarkon majd meghív titeket egy sörre. Jaj. De most én nem is tudom, hogy ő a Nedinek a tesója, az a Tibi? Ja, jó, tehát igen. Akkor az T ismeretlen, vagy hogy is van a neve. Jó, szia. Tehát akkor... Jó, hát szóval nem volt idegen. Semmi gond egyébként, idegen, jó. Zolikám, ha miért nem jössz be játszani? Köszi szépen a lucokat közül, csak addig elbeszélgettük az időt, és... 1079. lucát küldi már Sigbaró, és az 1079-ben történt, és elvitte a szememet, majdnem, hogy felolvasom, hogyha újra meglátom. Na, és eltűnt a kis ablakból most. Most akarom tudni, hogy mi volt 1079-ben. A kanosza járás az előbb volt, de most meg eltűnt, mire elkezdtem volna olvasni. És a kanosza járás se olvastam el nektek, mert annyira elbeszélgettük, hogy eddigre meg eltűnt. De megjelent a Luz, tehát aki akarja, vissza tudja nézni, hogy, és akkor megállítja, hogy el tudja olvasni. Jaj, tele lettem, várjatok, felemelte. Felemelte a cuccosomat. Várjál, akkor szálljak ki és menjek el, vagy... Na, mindjárt megyek, várjál. Akkor jó. Megkeresem a kamiont. Már összecsatlakoztattad, Patrik? Mennyire értesz hozzá, Katalin, ez a játékhoz, mert én még most tanulom, én erőteljesen most tanulom ezt a játékot. Hát, nekem megvan az FS13, az FS15, az FS15. Akkor te értesz hozzá, akkor te értesz hozzá, mondjuk úgy. Az FS17-ben azt hiszem vertem valami 600 órát. Olvasom, Tomi. Az jövő. Nem tudom, valami. Hát akkor egy igazi farming nővel van dolgunk. Na hát ez meg a másik. Zoli, te? Nem jössz be játszani? Iskolai szentségnap, ez nem tudom mi lehet. A far. Axel! Axel! Szevasz, Fab! Axel is live-ol, meg én is live-olok, meg közben itt fent oldozgatunk. Olvastam amúgy, Tomi, csak azért már csak itt beszélgetünk, és azért nem olvastam hangosan, de olvastam azért. Patrik? Patrik, Axel, Laci.
Meg elméletileg majd írt a DK, hogy jön. Nulla, meg is vagyunk, jól van. Ja, akkor most mindenki ezért FS19-ozik. Jaj, nem, már, hát nekem jössz. Így tanítottak téged vezetni? Ez meg azt mondja, muszáj. Figyeled? Ezt ETS-be tanultam Axeltől. Mit? Figyeled, azt mondja, muszáj. Nem kell kamion. De aranyos hangja. Újra fele ugrunk. Kukorék a kakas, reggel van. Reggel van? Kukorékkor? Tényleg csirkék, azok szaporodnak, vagy vegyünk még hozzá? Hogy látod, Patrik? Két óra múlva szaporodik. Hát ez nagyon karcsú, és hány csirkénk van? 9. Hát akkor egy 30-at vegyél még, légy szíves, olyan fehéret vagy, amiből a több van, abból vegyél. Na várjatok, ha nem találom az FS19-em el. Ah, hát mert neked volt ugye, de azóta voltál bent, nem? Mióta újra telefítetted a gépet? Nem voltam. Jaj, nem már. De akkor újra le kell töltened mindent. Ha nem telepítetted még föl. Várja, bémekhajtó. És Katalin, amúgy te így hétfőtől péntekig dolgozol, vagy van, nem tudom pontosan, igen, hogy meg mit, vagy azért hétvégén is kell néha, vagy az szabad neked mindig? Nem, az nekem szabad a hétvége. Igen, tudom, hogy szereted. Csak hétköznap dolgozok, hát, de most hívtak hétvégére is dolgozni, úgyhogy lehet, hogy vállalok hétvégét is, uh-huh. De úgy szeretném, hogy este itthon legyek azért. Hát igen, mondjuk a gyerekek miatt azért neked nem mindegy azért. Persze. Hát mondjuk a nagy miatt az már nem, mert ő már 18 éves lesz, tehát hát nem a kicsi. Ja. És a kicsi mennyi idős? A kérdezni? Kicsi ő 8 éves lesz. Ja, az enyém 9, akkor hasonló korról. Ja. Szia Zsolti! Nem azt szokták mondani, hogy minél nagyobb annál több bele a baj? Hát nem, kisgyerek, kisgond, nagy gond, de azért már viszont önjáró, tehát olyan értelme már olyan szempontból. Én azért tudom, hogy milyen kegyetlen gyerek voltam, főleg mikor beleléptem ebbe az igazi kamaszkorba is. Zsoltikám, úgy már itt kéne legyél neked is, mert te is nagy farmingos vagy. A 15-ben van 452 órám, a 17-ben van 294. Hát a 19-ben csak 3 órám van összvisz, mert akkor kezdtem el már ETS-ezni, úgyhogy nem nagyon érdekelt, hanem inkább a kamionozás. Főleg most, hogy végre megszereztem a kormányt, úgyhogy... Ó, milyen kormányt szereztem? Minden paraszt esőjél imádkozik. Én is azt szeretnék bevenni, tényleg. Tényleg, miért ajánlasz? Jó a tiéd? Mesélj már, mert Laci tényleg most akar venni kormányt. Hát én kivártam a magam sorát, megmondom őszintén, mert ez egy G29-es, és hát igen. Néztem mindenhol egy olyan 100 000 forintos átlagárban van, és ez csak a kormány meg a pedál. Ugye külön kell hozzá megvenni a váltót, uh-huh. És ez egy H-váltó, és nekem egy székesfehérvári srác felajánlotta, hogy a kormány pedállal H-váltóval fél éve vette akkor a médiában, és ide adta nekem 40-ért. Az igen. Nagy bázlista vagy. Aha, tehát én mindig úgy szoktam, hogy tehát, hogyha nézegetek valamit, van, hogy például egy cuccra akár egy évet is kibírok várni. Mert nagy türelmem van, mert érzem, hogy tudom, hogy mi lesz, melyik lesz majd az enyém, tudod, ami így az enyém, tudod. Szervusz, Robi, köszönjük. Latko, hogy vagy fenn? Hogy mi a játék neve? Axel Energy, nem emléksz? Jó. Azt tényleg én is néztem, hogy miért az én nevemben van ez a játék, de mindegy, jó van. Hát azért, mert akkor úgy volt, hogy te is live-olni fogod. Hát ezt csinálom is, csak egy kicsit így elcsúsztunk, de hát most már majd leszek én is. Most már tudsz live-olni. Most már leszek aktívan. Csak nekem még tanulnom kell, mert itt, hogy mivel, mit, meg hogyan, tehát ezt meg kell tanulni még. Én akkor picsolom. Városi gyerek vagyok, én figyelj már. Igen. Azt a városiaknak kell a leghamarabb megtanulni. Hát jó is lenne amúgy. Városi emberek azt hiszem, hogy nem tudod, hogy így kell csinálni rajta. Szevasz Andrisom, befejezted? Na, hogy. Ilyen hamar befejezted. Laci, neked, Kosti Laci, neked megvan a Dying Light? Nincs. Nincs. Miért? Mert valaki jön befele? Ezek... Jön a dudás.
Ja, dudás, aha. Nem, az csak Katalinnal beszéltük, hogy mert ő például nagyon szereti azt a játékot, stb. De nekem sincs amúgy meg, de például most ránéztem Andrisra, mert Andris viszont ő szokott vele játszani. Csak hogy abban lehet ilyen multiba tekeregni, és akkor mondjuk... És akkor úgy megtanítani, meg hát, ja, hát ilyen kooperatív módban lehet benne tekeregni. Szevasz, király, Krisz! Tehát úgy van a játékban, hogy az elején egy darabig egyedül kell vinned egy pár feladatot magából a történetből, aztán lehet hozzád csatlakozni, vagy te csatlakozhatsz másokhoz. Aha. De érdemesebb, erősebb karakternek a gyengébbhez csatlakozni, hogy tudjon segíteni neki fejlődni játékban. És az hányan lehet amúgy kóba? Négy. Hát a kooperatív az a négyes. Ja, négy max. Uh-huh. Nem tudom, én most nagyon kacsintbe fog erre a Fate to Science, ne? Mit kell nekem megadni? Mi a Windows-t? Hát, ja, nem, én, ez amivel játszok, azon 8-as van. Kérek szépen, Zoli tudsz aratni, ha jól látom. Ha Patrik még nem indult el, akkor tudsz aratni, vagy tudsz bálázni. Én az állatokkal gondoskodok most éppen. Most az állatokkal, Patrik az állatos. Teheneket rendezgeti. Axel! Meg a csirkét, meg a lovat, ha lenne ló most. Most ló nincs. Ezt már kifogom cserélni. Az, amit még szoktam játszani, az a... hát már régen vettem elő, az a Pure Farming. Az még egy nagyon jó. Az is ilyen, mint a farming szimulátor. Egyetlen egy hátránya van, hogy nincsen benne multik. A Stardew Valley nincs vagy neked véletlenül? Nincs. Pedig az is, azt is lehet most már kóba játszani. Igen. De hívtam amúgy Katalint a Seven Days to Die-ra, mert hogy majd, ugye most Tomi is újraindítjuk majd, hát most mostanság valahogy, amikor kijön az új frissítés. Elvileg igen, tehát ugye véten. A Stardew Valley-t a Viktor majd... barátomnál szoktam nézni. Nagyon jó játék, és azt már lehet kóba is, tehát multiplayerben is játszik. Na, nem tudom, már régen néztem a Viktort, hogy mi van az izével, a Stardew Valley-vel. A romási is tempőjövítés, ezt már olvastam. És most jön rá megint egy nagy frissítés. Ez még most jönik meg. Meg nem is olyan drága, tehát nem mondanám azt, hogy olyan borzasztó áreven. Nem emlékszem, én amikor vettem, akkor volt 23 euró, vagy... Most meg nem tudom, tehát a játékkal, a játékokkal is úgy vagyok, hogy legalább egy fél évig nézegetek róla videókkal, streameket, meg ez az, hogy én azt megveszem. Tehát, hogy az nekem tényleg tetszedjen, hogy én azzal tényleg játszak, ne pedig hozzá kipróbálom, és akkor ott porosodik a Steam könyvtár. Ismerek egy ilyen forzás barátom, van, aki megvette jó drágán, és... Nem kell cukolni, Laci járt így, hogy megvette, aztán rájött, hogy fú, és ez jó drága lesz volt. Ez még Forza Live, csak egy kicsit pihentetem, mert meggyűlölt. Nem az, hogy nem szereti, csak meggyűlölte. Ezek jó. Ez Lacinak az aranyköpése. Nem az, hogy nem szereti, csak meggyűlölte. Ennyi. Hány live után? 3 volt, vagy mennyi volt belőle? Hát pont konkrétan az első live-nál már rossz volt, de még jó, valahogy összehoztuk. Ott szenvedtem fél órát, tehát nem akarta az Istenél se. Pedig megvannak azok a paraméterek, amik a játékhoz szükségesek, és mégse akarta a stream lapszert. Igen, hogy az OBS-el nem lát, ilyen fekete képernyőd volt, azt mondtad. Igen, nem akart az is jelenésed. Na, akkor átadtam kijelző. Szia Tóth Gábor, szia Aurelius. Átraktam kijelző. Ez nagyon jó, szétvittem a játékot valami részét, meg kise vittem. Jaj, amúgy mondta Katalin, hogy mert Andrissal is nagy komák vagyunk, és ő nagy Dying Light-os, azért is jutott eszembe egyből róla ez a dolog, és már Katalin is már ez is kezdtek itt csetelni, csak igen, mondta nekem Katalin, hogy őt például nem is az a része izgatja ennek a Dying Light-nak, hogy végigjátszani, hanem az összes több, tehát hogy belül, mert egy csomó, rengeteg sok titkos hely, meg ilyesmiket mondott, már csak hogy szóba mondjam neki, mindent leírjon Katalin. Bocsánat, Lacikám, mondjad tovább. Na, már nem emlékszem. Nem baj, ott tartottunk, hogy Forza. Mert ott tartottunk, hogy szerintem te mindjárt meg... Ja, igen, tehát ott tartottunk, hogy a második live-nál már Zoli mész bálázni, kérdezik. Hát...
Menni kell. Tényleg akkor... mindjárt kifogy az üzemanyagom. Cseten írják, és tényleg. Üzemanyagot kifogy? Ott majd mindjárt... Azt hogy, hogy kell tankolni? Majd hozok neked, inkább nyisd ki az O betűvel a dolgokat. Na. Kinyitottam. Kinyitottam, barátom. Ide megállok, és akkor... Jó, mert most megcsúsztam. Szokásos módon. Besegítek egy kicsit Axelnek. Ne segítsél be, mert én akarom csinálni, csak benyált hozzá a járművembe. Oké, okay, akkor csináljad meg. Én majd csinálom a másik földet. Majd most már úgyis majd lesz megint, azt veszünk még egy nagy földet. Igen, azt számolgatom, hogyha hol tegyük fel, ugye mi tegyük fel, itt van, jönne Katalin és benne lenne ebben a dologban, mert ő lenne itt a szakértő, akkor meg Andis mondjuk, de akkor ugye Andis, Katalin, illetve Laci meg én, akkor azt pont négyen lennénk rá mondjuk, és akkor, akkor viszont úgy megérné. De hát ez Katalin is kell, hogy ő mit gondol erről, hogy... Mármint, de hát... Hát magáról a Dying Light-ról, hogyha hogy játszanánk-e ilyen multiba mondjuk. Ja, persze. Hogy... Hogyne. Bár, és nem vagyok én semmi rossznak elrontója. Most mi van olyankor, ha kifogy az üzemanyag, akkor... Nem fog kifogyni az üzemanyag. Nem fog? Nem fog. Ez ilyen... Aras, nyugodtan, majd mindjárt viszem hozzá a traktorral. Itt helybe fogunk tankolni? Így. Tartál kocsival? Jó. Ja, várja meg. Mielőtt föltizedik a patikler kocsival. De a Dying Light-ba főleg a hidat imádom. A hidat? Mhm. Uh-huh. Hát nem tudom nekem. Van egy lefa. Laca. Mi? Csoda? Semmi nem gázand. Bálázom. Igen, a füvet. Utána meg majd megyek fóliázóval, ugye? Már úgyse kell most másra. Igen, de látom, az Andris is a hidat szereti a legjobban. Ja. Igen, mert ott van szinte a legtöbb zombi. És az jó nekünk? Igen, az jó nekünk, mert nagyon-nagyon sok lootot össze tudunk szedni. Na, tehát ez ilyen lootok... De azt el is lehet vinni bármennyit? Persze, tehát feltörünk kocsikat, rendőrséget. Na jó, de hogy mennyi a... Hogy kell tankolni? Én csinálják valamit? R betűt nyom meg. Robbanós nyilvessző, igen. Igen, Andris. Megnyomtam, és mi történik? Én az elektromos tudom. Ja, töltődik tényleg. Szóval azt akartam kérdezni, hogy ugye van egy inventorit, gondolom, tehát bármennyi mindent nem tudsz elvinni, hiába találsz sok mindent. Igen. És akkor, tehát mit csinálsz a sok loot-tal mondjuk, amit nem tudsz vegyel? El lehet adni, pénzét eszed, és akkor abból tudsz vásárolni magadnak kereskedőktől különböző fegyvereket. Mehet. És most kell valamit nyomjak, vagy csak megyek tovább? Menjél tovább. Te Patrik, hogy állsz gázolaira? Ez nagyon tere van. Akkor jó. Jól van. Ami akcelnél van, azt szia, Vidra! Vidra lány, szia! Hát hol voltál eddig? Hát hiányolom az Vidra előtt. A költő. Meg a DJ, meg a minden. De most ne rakd be, mert itt van Katalin, azt még szerintem ő neki nincs beállítva a hangot otthoz. Van egy csomó... Berakhatod. Kislányom, 9 éves kislányomnak a poénja, de most egyébként Vidra mindig most tegnap például azzal szórakoztatok mindenkit, hogy mindenféle ilyen saját maga által adhoki kitalált ilyen kis versecskéket itt telebombázta a csetet, és csak azért a költőségről a kislányom meg mondja ezt a poénkodást, hogy nem akarok már poéngyilkos lenni, vagy csak valami olyasmi, hogy miért volt szegény Petőfi, azért, mert sokat költött. Na jó, nem, azt hiszem, hogy nem voltam poéngyilkos, szóval így van valahogy a poén, de ezt, csak azért jutott eszembe, hogy mondjam Vidrának is ezt, hogy ő is a költő, aztán. Ez jó volt, ez ilyen jó pofa. Hát igen, ez ilyen kis 9 éveseknek, de azért megmosolyogtatott minket is. Na, miért volt sok pénz? Miért volt? Sok kipihent kis agyacska. Jaj. Na, közben itten
föld. Csongi kérdezi, ma még lesz ETS? Hát én szerintem már nem volt. Ha Katalin benne lenne, akkor igen, de Laci már, ő megy dolgozni, tehát ő már nem. Úgyhogy nagy valószínűsége inkább azt mondom, hogy nem lesz, de még meg tud szólalni Katalin is, hogyha van kedve. De mondom, Laci, ő meddig 7-ig leszel, ugye? Most már utána te készülődsz, aztán mész dolgozni. Laci Kománkin dolgozik Németországba, és ütik, verik. Még vasárnap este is dolgozni kell. Hát vasárnap este dolgozok, de viszont péntek reggel abba hagyom, és egész hétfőig nem dolgozok, szóval ez más fogalom amúgy. Ha. Én nekem nagyon jó melóhelyen van, én nem panaszkodok, én nagyon élvezem. Nem tudok róla, Csongi, semmit. Szerintem nem. Mehet, igen, jöhet. Valami Petőfi Sándor, ha már itt tartunk. Igen, az jó. Óvatosan kell, mert ebbe a vízbe itt be lehet zúgni. Szia, Aureli. Ez olyan, mint egy nagy szerelem, ez a nagy víz, ebbe könnyen be lehet zúgni, aztán nem tudom, mi lesz. Utána aztán visszadak, ugye, mert lóval egyszer véletlenül, hogy beleszaladtam a lóba, mert élveztem, vagy ló, a vízbe a lóval, mert így élveztem, hogy jaj, de jó, aztán befulladt szegény. Kombányt nem fogjak visszarakni. Azzal mi lesz? Az benne marad a vízbe? Ki az kell, benne marad. Ki kell vontatni? Vagy az se lehet? Megyünk, ha azt megcsinálod. Te nem megyek, de hogy megyek bele. De nem megy bele, mert ha még benne szia van, Máté. Ja, nem, de hogy nem akarok én belemenni. Csak a lóval úgy élveztem, hogy teljesen a víznek a szélén futottam, és így csapkodott a izé, aztán csak egy kicsit biztos mélyebbre mentem a szegény lóhoz. Ez kirepült onnan. Na, szia, Hun Prime! Szóljak, hogyha végeztem. Jó, hát a hét körül végzünk. Na, ezt itt megtankoljuk, közben fiúk ott végzik a dolgokat, én meg elmegyek Hawaii-dicsi napfényre. Vidra lányom, nem tudom neked mennyi pénzed van Laci dollárban, de csak jelzem, hogy nincs lovad. Igen, jövő hétvégére vannak itt megbeszélve azért Katalinnal, hogy jobb ára dolgok. Így vannak egyeztetve. Igen, pénteken még nem érek rá, nem tudom, mikor érek haza, mert mindjárt megyünk kicsim. Maros papi, megyek el. Volt. Oké, Andris, addig farmoljál. Én nekem most tele van az inventorim, tehát olyan fullos cuccok vannak, hogy ilyen ezeres értékű a katanámtól kezdve minden. Meg 1200-os, ha jól emlékszem. Na, az igen. Akkor soha jó sokat mentél van. Én imádok lootolni. Tehát én imádom nyírbálni őket. 5000-es. Andris, hallod? Na, abba is van ám cheat, én azt tudom. Vidra lány meg Aurelius, tehát hogyha szeretnétek, 2500 lacipan, Laci dollárba kerül egy ló. Ennyit tudok mondani. Ti választhatjátok meg a szint, a nevet a jószágnak. Oké, okay, Andris. Addig marad meg, amíg el nem éri a 100%-ot. Te Axel, te mit keresel ott? Neked a telepen kéne lenni, nem? Most elvesztetted a kapcsolatot a játékkal. Ez mi lehet vajon? Nem tudom, hogy próbálj meg csatlakozni. Igen, csak egyszer úgy megállt az egész, és nem lehet, tudom. Hogy megerőltetted a gépedet, nem? Hát nem, hát ezzel a játékkal konkrétan olyan sokat ugye nem játszottam. Hát nem tudom, milyen dolgai vannak. Hát jó, azért 1000 megás netnek nem szokott vele gond lenni. Ezt nem tudom, hogy... És a játékban meg benne is maradt, csak kijebb hajított egy hát darabban. Kihajított a szerverre. Hát azt mondom, de hogy miért? De mit csinálsz te ott az én live-on, mondom? Hát tudom, mert ráér az ember, ugye? Tehát mondtam, régen is mindig azt mondtam, hogy ez a farming, ez egy jó chatolvasós live, és tényleg még be tudtam írni Lacinak a chatjére is. Na, de nem tényleg tudom. Tényleg az, én tudok olvasni benne. Na.
Az őrben ugye elég sokszor, például a vetés közben, a rotás közben, meg még áll az előttől keveréshez közben is. Azt mondja, hogy akkor troll lennék most. Itt most Andis meg Katalin most olyat játszanak, hogy ki mond nagyobbat. Igen. Na hát akkor, és hogy ilyenkor hol a kombájnom, mert hogy engem ki... Mert engem így kihajított, akkor megyek arra. Ott van a földön. Igen? Igen. Várjál, akkor az lehet az? Az a kérdés, hogy honnan nem szinkronizált, mert akkor... Tudj, nyomd meg a R betűt. Tankolásra. Akkor nem jó, kell. Jó visszahajított. Szervizelni kell azt majd a... Akkor, hát van hozzá jogod szervizelni. És jár gyerekek, ez nem még... Nem tudom, hogy melyiket kell szervizelni. Senki nincs, aki leállítsa. Vagy a idejét. Majd mindjárt akkor meg... Ez megy magától. Hűha. Elindult szépen. Magától. A cuccos. Elindult magától? Ami ment így, nem, senki nem vezette. Na jó van. Na az érdekes. Hát sok ilyen apró tapasztalat kell megtapasztalni, hogy milyen hülyeségek vannak játékban, hogy így még nem lökött ki egyszer se. Most kilökött. Jaj. Mindig van egy első. Elméletek megjavítottam amúgy. Jó, köszi. Szívesen. Akkor már mindent megjavítok. Milyen benne ülni egy ilyenben? Hogy nézzük, hát láb nélkül élem az életemet, az biztos. Már mindent megjavítok, így van. Módal. Axel Live-et tenném be zenébe, nem? Már hallom én egyszer az Axelt, nem kell kétszer hallani. Nem baj, hogy ilyen copyrightos zene megy a streamed alatt? Nekem nem. Igazából még nekem nincs jelentősége. Axelnek van. Hát, de azért ja. Nem tudom, hogy egy idő után nem unják meg, vagy mi történik, azt nem tudom, hogy igen, van. Mert jogot képeznek a zenére, és akkor van... Létezik olyan zene, aki a jog miatt akár le is tiltathatja a csatornára. Lehet, hogyha így van, ezt mindenféleképp. Én is aláírom neked, Katalin. Streameltem én is, és jog miatt le akarták törölni. Nem, hogy letörölne a videót, hanem le is tiltathatja. Tehát vannak hát, olyan... Ha csak meg nem szerkesztett, tehát ki nem szerkesztett belőle igen, a zenét. Igen, nekem mindig felajánlja azt a módot, hogy arra a rizidővalumra megfogom és letörlöm a... Tehát az alatt elhangzó számot ki tudom kapcsolni. Igen, csak a... Tudod, én azért nem szerettem ezt, én mert a videónak a minőségéből ront elég takarosan. De amúgy megszoktam és... Szoktam és eleve letörlöm, tehát amikor végzek a live-val fogom és letörlöm, tehát nekem még ideig nem volt vele problémám, igazából. Uh-huh. Hát csak akkor megoda a live-od, amit csináltál, mondjuk. Hát nem mindegyikbe szól zene, tehát most az, hogy egy-kettőbe szól, az a... Ahogy ilyen hangulaton van. Vedd úgy, hogy nem szóltunk. Axelnál meg le van véve a zene, tehát direkt szóltam én neki. Abszolút, én az első. Én nekem egyetlen egy valaminél, ugye amikor Forza ment, ja, ezt csináltam nem tudom, Forzát. Ez a szám is, ami szól, ez is no copyrightos amúgy. Igen, ezt tudom, ez nekem is megvan. De én csináltam egy ilyen üzét belőle. Hát egy ilyen vegyes. A legtöbb számot, amit Vidralányba rak, az állítól a copyright nélkül. De van ami azért, de nem... Megmondom őszintén, hogy én játszani járok föl. Aha. Annyira én nem tartom fontosnak. Majd ha elérek egy X összeget, akkor majd másképp fogom gondolni. Hát jó, az csak az más dolog, hogy játszani jársz fel, mert akkor nyilván hallgatod. Mert mondjuk én olyankor is leszoktam venni a zenét, mert engem akkor is zavar általában az első, hogy leveszem. Egy idő után unalmas. Kivéve mondjuk, amikor tegyük fel GTA-ztam, mondjuk tegyük fel a GTA San Andreas-ba, mondjuk ott az ember beülött egy autóba, és akkor ott szólt a zene, és az megint másabb volt, mert akkor... De az mi volt ott, már?
Hát mert ott beültem az autóba, és a tök jó ilyen DJ-k által, de amikor kiszálltam, nem szólt a zene, tehát hogy annak volt egy ilyen kis valamennyire életszerűsége, és akkor az valamiért azt abba, de úgy általában én minden játéknál, mert általában egy idő után megunja az ember azokat a zenéket, hogy meg ugyanúgy ismétlődnek, sok én kiszoktam általában. Nem szóval. Mert hogyha zenét akarok hallgatni, akkor inkább teszek be magamtól zenét, hogyha éppen nagyon akarnék játék közben, de a játéknak is vannak hangjai, engem inkább az jobban izgat, hogy milyen. Nem volt még idáig ezzel kapcsolatban panasz, tehát megmondom, mondjuk nem is követnek annyian, tehát majd másképp fogom gondolni, most még szeretek zenét hallgatni. Jól van. Vedd úgy, hogy nem sziasztok, szóltunk. Sziasztok, üdvözlök mindenkit. Hello. Ja. Hello. Szia, Peta. Szia. Most is a reggeli RTS-t azt fogta és írta is, hogy ezt a videót tiltja, és letiltotta ennyit. Tehát nem volt ebből különösebb probléma. Szia, Attila. Gondolom a zene miatt. Aha, igen. Egyetlen egy szám volt, amire bereagált. Az is a... Nem tudom már, hogy hívják. De majd... Vidra lány mindjárt kikapcsolja. Vidra lány a DJ. Hey DJ! Vidra DJ. Igen. Laci, nem tudtam visszenni játszani, mert most szerintem... Ez a baj ezzel a belső nézettel, hogy én is észrevettem, hogy már mindjárt nem kihagytam egy kis csíkot, egy repülőgép felszállót. Mit mondasz? Hogy nem tudtam visszenni, nem tudok vele játszani, mert most nem fér bele a keretbe, hogy megvegyem ezt a játékot. Semmi gond, Nukedre. Hát majd lesz alkalom, megyünk RTS-ezni, ne idegeskedj ez miatt. Oké, jó. Majd legközelebb belefér a keretbe, az kész. Jó. Most attól függetlenül, hogy Lizzy attól nincs harapunk, most netán ti nem tudjátok megvenni azokat a játékokat, amivel játszok. Abból mi lenne harapunk? Jó, én csak ezt... gondoltam, illik szólni, hogy nem tudom ezt megoldani. Hogy ne legyen az, hogy vártál esetleg. Ja, nem, hát igazából nincs semmi probléma. 1079. történelmi fejtágító közben is elolvasom már második Boleszláv lengyel király trónfosztása, első Ulászló lengyel fejedelem trónra lépése 1102-ig tartott. László fejedelem? Ulászló, igen. Ulászló. Őről legalább már hallottunk az iskolába, de nagyon sok olyan dolgokat ír itt nekünk, Csigvaró, hogy nem is hallottunk Patrik olyan népekről, meg ilyen. Aurelius is. Patrik? Köszönt neked Aurelius. Hello. Jó, csak nem olvasom a csodát. Mondja, na, Tomi. Devin, én viszont elköszönök, majd az Andrissal beszélgetek. Ja, jó. Van miről, aztán, jól van. Igen, van miről, mert aztán nekem ugye 18:30, nekem elkezdődik a vacsoráztatás, a földetés, ja, a kislánynak okay. Muszáj tartani az időpontot. Aztán majd beszélünk még. Jó, oké, és jól van. Örülök, hogy bejöttél, majd gyere máskor is. A Kostinak meg küldök majd, meg jó volt. Jó, köszönöm szépen. Jó. Már meg majd beszélgetünk. Jó van. Köszönöm. Jó, köszi. Jó étvágyat a vacsora, jó vacsorát az étvágyhoz. Az étvágyhoz, igen. Jó, köszi. Egy gyors kérdés. Beszélgettünk Lacival, meg Axelval arról, hogy mikor mehetünk veletek RTS nyújtiba, vagy lecsút is beszerveznénk. Ja, hát az... A Robi nem szokott multizni. Igen, ő nem is nagyon szokott, igen, és nagyon de ritkán. Hát nagyon ritkán van az, hogy esetleg multiba, mit tudom én, hozzám esetleg bejön, de csak akkor szokott bejönni, hogyha én egyedül vagyok. És veled megbeszélhetjük? Hát én, hogyha hát streamelek, akkor figyelj, én, hogyha streamelek, ugye, hogyha föl vagy iratkozva, akkor küld neked értesítést, és akkor bármikor lehet csatlakozni. De általában én mindig, tehát a legújabb területeken szoktam menni.
Mert ott vannak a legkevesebben, ott van a legkevesebb hülye. De ne! Figyelj, EU 3, kevesebb hülye van nála. EU 2 az a legreálisabb. Igen. Igen? Hát, nem tudom. Ott kevésebb hülye. EU 3 még kevesebb, de az EU 2 annyira hülye van, hogy nem bocsánat a szóért. Én tudom, tudom. Tehát főleg ezt a izét... Calais Duisburg útvonalat kell belkerülni. Ahol minden második kamion repül. Hogy minden második kamion, hát ki se tudtunk jönni. Igen. Így volt. Vagy meg, de veled voltak. Napkerti, velem voltál, Zoli. Ki se tudtunk jönni. Meg nem úgy be. Nem tudtam lerakni a fovart, meg kihajítottak. Mindegy, ne tartsuk föl, Katalin, tartjuk. Jó, nem tartjuk föl, csak jó, de tehát ő is ugyanúgy van gondolom vele, mint mi, hogy, hogy tehát lehet konvojba csatlakozni bárkihez, vagy hát hozzánk is csatlakozhat bárki, tehát gondolom ez gondolom így van vele Katalin is, de ettől függetlenül beszéltük azt, hogy majd fogunk jövő hétvégén. Majd persze, a CB-n tudjuk tartani a kapcsolatot egymással, mindig a 19-esen vagyok. Tehát az az alap CB, úgyhogy lényegében ennyi. CB-n keresztül is köszönöm. Meg tudjuk beszélni, hogy milyen fúvart veszünk. Tehát, de ez ne, nálam ez nem tiltott, tehát lehet jönni, csak ugye normális viselkedést várok el mindenkitől, mert ha nem, akkor én kirédzselek, de abból baj lesz, tehát. Hát nálam inkább az szokott a probléma lenni, hogy lemaradtam tőletek. Már nem értem neki tovább. Hát olyankor szólni kell, hogy várjatok hát már egy kicsit, igen, mert valamiért lemaradtam. Kamionod esetleg nem olyan, hogy valami nem bírja. Persze, mert akkor ha tudunk, akkor segítünk is, tehát nem erről van szó. Tehát szólni kell, hogy jaj, várjatok már, bocsi, lemaradtam, valamiért, mert mit tudom én, ezt nem kell megmagyarázni. Az a néhány lóerő is néha sokat számít. Persze, ennyi. Igen. Most már nem vagyok éhes, írja a szikra, köszönjük. Hát ennek örülünk. Köszönöm szépen, Kata, a választ. Jól van, szívesen. Na jól van, sziasztok, további szép estét. Én köszönöm, sziasztok. Na. Aki még esetleg nem tette meg, Axelnek a linkjét megtaláljátok a leírásban. Így van, és nálam meg a Laciét. Nem is tudom, Laci mit csinál. Laci, te most mit csinálsz itt? Itt van valahol bent. Én most fóliázom a bálákat, amit itt Zoli nekem bebálázik, azt én lefóliázom, és majd megy eladásra. Azt kérdezi tőlem Tomi, de ez nem csak tőlem van ez a kérdés, hogy mit szólunk ahhoz, hogy egy automatikus YouTube bot van az, amelyik dönt arról, hogy ez a live vagy videó fennmaradhat-e. Ugye ezt gondolom arra írta erre a zene dologra, amiről beszéltünk. Tehát, hogy mit szólunk ehhez, hogy ez, és VR régebbi videóit is törli a bot, sőt már én tőlem is tiltott le videókat, mondja Tomi. Hát nyilvánvalóan nem úgy kell elképzelni, hogy ott ül egy ember, vagy 100 ember, és majd azok minden live-ot hallgatnak, akkor 100 ember, meg 1000 ember is kevés lenne, mert annyi live, mert hát nyilvánvalóan gépek csinálják ezt a dolgot, és ezért van a végén, lehet vitatni, tehát nekem is olyanok előfordultak, hogy azt mondja, hogy vitatom, hogy ez meg ez, és akkor mondtam neki, hogy igen. Például egy olyan dologgal kapcsolatban, nem tudom igazából, hogy akkor mi jött rá azért, de például amikor olyanok voltak, hogy azt mondja, hogy a hirdetőim, mert akkor még voltak benne hirdetések, mostanában nem szoktam betenni a videókba, és akkor mondja, hogy a hirdetőim számára, hogy ez talán nem megfelelő ez a tartalom, az ugyanazt a játékot, Seven Days to Die-t játszottam, mint eddig, tehát semmi, és akkor, hogy és hogy akarom-e vitatni, és akkor én rájöttem, hogy igen, akarom, na azt viszont már valószínűleg egy ember nézte meg, de szóval a bot az csak egy robot, szóval az dönt rosszul, bizonyos dolgokat nem tudni, hogy mit vett annak, hogy valami nem, de és akkor az egy ember az eldönti, és akkor mindig, jaj, elnézés, minden, és akkor visszaszívták a dolgot. Szóval volt egy időben ilyen, de hát ez így működik nyilvánvalóan. Előfordul az ilyen. Szia, a cseten is. Szia, Aurelius, én töröltem. Aurelius, megnézem, mit nem én töröltem, hanem a bot. Ja, ha de elolvasom, csak igen, neked letöröltem. Biztos ilyen kódnak vettem, mert ilyen videokártya, vagy hát, ja, úgy láttam, videokártya dolgokat írtál itt, hogy mi a véleményem. Nem is ír, Radeon RX 574 GB, DDR5.
Igazából a saját véleményem az, hogy nem értemes. Xetheton Albor 4, OC videokártya, mi a véleményed? Én ezeket megmondom őszintén, hogy nem ismerem, illetve én azt tudom, hogy az AMD kártyákkal nagyon sok mindenkinek vannak bajai. És pont erről megy itt az egyik a Gamers Hungary-n, és pont az egy oldalukon pont megy erről egy vita, mert hogy nagyon sokszor van, hogy ilyen képernyőlesztő leállt, majd újraindult, és hogy nagyon sok nyüglődés van nekünk például. Bocsánat, ez nem igaz. Ericsson van. Nekem is. De mondom, hogy nagyon sok olyan van, tehát hogy biztos nem mindenkinek, de nagyon sok mindenkinek van, és akinek például nekem is ilyen 10-50, vagy 10-60, vagy 10-80, ilyet viszont nem hallok senkinél, hogy ilyen bajai lennének, de akinek meg ilyen RX kártyája, az annál viszont én nagyon sok, hogyha rákeresel YouTube-on ilyenekre, hogy a játékok crashelnek az RX, és millió videó van róla, hogy ezt hogy kell megcsinálni, hogy kell orvosolni, tehát hogy sok mindenkinek van ilyen problémája, én ezt akarom. Nem, nyilván nem mindenkinek, de sok mindenkinek. Tehát nem tudom, mi bajuk van azoknak a kártyáknak, de valami nem száz. Tehát nem olyan... Nem tudom, én nekem ajánlát csináltam, amíg megvolt a 10-50, után azt csinálta azt, hogy leállt, nem ismerte fel a programot, befagyott. Tehát az nekem nagyon gáz volt. Ezért én átjöttem egy RX, AMD RX-es videókártyára, és viszont annál nem volt gond. Hát annyi, hogy kiírta azt, hogy frissítés, lefrissítettem, és az annál több. Igen, de ez a képzelj el egy olyan, megveszel egy új videókártyát, és egyszerűen, ha vértizdatsz, és bármilyen gyári drivert, a CD-n levőt, amit kaptál, vagy a saját weboldaláról, amit letöltesz, mindegyikkel rossz, már lecseréled a Windows-t, újra telepíted, újra mindent, akkor is rossz, és már napokat elcseszel az életedből arra, hogy és még mindig rossz, és olyankor azért úgy elküldenéd ugye a melegebb éghajlatra ezeket, és ez nem te vagy az egyedül, tehát mert nagyon sok ember jár így ezekkel a fajta kártyákkal, tehát neked valószínűleg most ezzel valószínűleg te jól jártál, csak viszont nagyon sok mindenki jár rosszul vele, tehát én ezért mondtam, hogy én nem tudom, tehát nekem nincs ilyenem, szerencsére, amit itt Aurelius beírt, csak pont erről megy a Gamers Hungary-ba, és ott az egyik oldalon is valaki pont ezt írja neki, hogy leállt a képernyőillesztő, újraindult, és ez így rendszeresen, hogyha játszik, akkor állandóan ez megjelenik, és ez egy annyira utálatos egy valami, amikor elsötétedik a képernyő, aztán akkor újraindul, meg hát szóval nagyon... Elvitte valaki innen a teherautót, kivitte el? Ott van az úton. Ja, meg lehet, az úton, hogy bent van. Akkor lehet, hogy megtalált, és a Patrik éppen üríti a csűrbe. Megtalált az, és a csűr is megtalált. Ja. Hát akkor már el kell adni, hát nincs mese, mennyi járom van amúgy. Hát azt kell megnézni, mennyiért. 2-3 ezer a déli... Délkeleti kikötőben. Micsoda? 3000 a délkeleti kikötőben. Hú, hát ez nagyon jó ár, azonnal kéne adni. Ez nagyon jó ár. Hát közben Tomi tovább mondja, hogy valamikor copyrightot ad a bot, és törlik miatt a csatornát, hogy strike-ot kapsz. A farhátot már nem egyszer törölte a bot, ma is törölvettek, mert hogy lopott a zenéjük, pedig nem is az. De hát ezt lehet vitatni, Tomi, tehát az... Az utat nem akarjuk-e bevetni, kérdezi Mikey kapitány. Ugye én vendég vagyok itt, én nem tudok ilyenekbe, tehát én örülök, hogy beülhettem egy ilyen izével. Érted? És ilyen közelről sosem néztem még meg a növényt. De szóval én nem tudom, kis pont vagyok ehhez, Miklós. Mindjárt Axel, mert el kell adni a szójababot, mert ilyen jó árban még sose volt, úgyhogy Patrik azt eladja mindjárt. Mert az ilyen árban még nem volt 3000 fölött, úgyhogy ez már nagyon jó ár. Akkor most kell adni, vagy soha? Így van, most vagy soha. Most kell pénzt csinálni. Közben én itten csinálom a bálákat.
Nézzük, gyorsítsunk. Továbbra is futás. Jelzem, hogy aki szeretne lovat vásárolni, saját néve szóló, írja be, hogy szeretne, annak az összege lesz. Én vagyok Döbrögi, tehát nem alkalmazott vagyok, én vagyok a földes úr, csak ezek az alkalmazott... Figyelj, de már, tehát az a baj, hogy tudod, mennyi gond van az alkalmazottakkal? Ne is, ne tudd meg, tehát... Én vagyok Döbrögi, de hát még meg akarnak verni, háromszor akarják visszaadni. Minden bajom, és még fizetés is kell, hogy adjak nekik. Na, szóval, ne tudd meg. És nálam egy így, jobb egy érgomb. Nehogy elhiggyétek minden. Légpuska nincs a játékban? Laci, hogy én mennyi a lovak? Hát 2500 Laci dollár egy ló. Nagyon szemben, hogy fiú vagy lány, mert manapság már semmi sem biztos. Hát ezt nem tudom, hogy fiú vagy lány, az lesz, aminek elnevezzük, szóval ennyire egyszerű. 2500 Laci dollár, ugye már egy-két hete lehet gyűjteni a dollárt, nagyon sok embernek köszönjük, mai napon eladtam az összes lovat, és mostantól kezdve, akik lovat szeretnének, az Laci dollárért tud vásárolni. Mennyit pazarolják itt a jó kis üzemanyagot, aztán meg... Az is az én üzemanyagom. Nem lehet alkudni, ez annyi, 2005. Nincs alkudás. Van. Főnökeim, már sokkal több gondom volt, mint az alkalmazott. Neked voltak alkalmazottaid, Miklós. Új oldaladról ismerlek meg. Kék kamion, piros kamion. Eladta a lovakat, nem lehet addig lovagolni, mindent. Laci most kitolt. Kitolt velem. Nem toltam ki. Ez abszolút nem. És ez mi ez a... Mik ez itt egy WC? Vagy mi? Jaj, nem. WC. Jó, messziről jó megnéztem őket. Pi-p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 i. Mennyi? Kapd el, nézzük. Kiteszem a 18-as karikát. Kapd el. Nincsen, most üres a lóistáló, teljesen üres, tehát... Buta jószág. Itt ez a sok jó csaj, aztán csak így kapirgálsz? Teljesen üres, istáló. Zoli, rájössz egy kicsit? Na, mondjad. Ide kéne jönni hozzám traktorra. Mik ezek a színek? Hol látsz színeket? Traktorra. Milyen színek? Igen, traktorra, de ne. Én nem állítottam rajta semmit szerintem. Főborultál. Hol borultál fel? Nem borultam fel, csak meg kéne tolni, mert fölakadtam. Nem, Csíkos, nincs benne, tehát nagyon szívesen oda ezek megyek, megmutatom, hogy melyiknél vagy, hogy hol, merre vagy. Lehet, hogy az a főmenübe lehet olyasmit, nem tudom. Van szürke, megnézzük, barna, de... foltos, de csíkos nincs csíkos ló. Mikor lesz a bolt? Amikor írtok, akkor lesz, tehát a kiírt. Dél, keleti kikötő. Ah, meg vagy. Ping, bálás, pót, hát ezeket szerintem béreltük, én szerintem nem. Kérdezi, hogy ezt a pinket mondod. Ez a pót, ez például miért lett, kérdezi Mike, hogy ez miért lett rózsaszín ez a pót? Hát mert a... Patrik annak vette, ha olyannak színezte, nem tudom miért. Nem tudjuk. Telekomos. Telekomos. Telekomos, na hát akkor tele kell komni az egészet. Lilla műtrágya szóról. Hát minden baja van Miklósnak. Szia Krisztián. Kutyát is szeretnél? A kutya az 4500 Laci dollár. Isten, ez valami véret. Jó, hogy 4500, de mit tud amúgy? Te tud valami értelmeset? Nem tud semmit. Már Seven Days to Die-ba kiderült, hogy a kutyák nem tudnak túl sok mindent. Tehát itt se tudnak. Tehát itt se, és azért kerüljön ennyibe? Hát akkor inkább veszek egy lovat, azt legalább lehet lovagolni a kutyával, mit tudnék csinálni? Kutyával játszani tudsz, simogatni tudod meg ilyenek. Igen, hát. Csipészteni. Meg őt a területet. Szevasz erő, Zolika. Én már ilyet nem is mondok. Nem, amúgy a kutyát nem gondoltam. De fel lehet, de mászt, sose próbáltam. Vidrát akartam bosszantani. De hogy lehet. De fel lehet, nem lehet, várj már. Mint az előbb elindult volna. Elindulunk? De elindulok. Fel tudok mászni a létrán? Nem tudok mi. Ennél feljebb nem tudok menni.
Már nem is vég. Nem is értem, minek neki kutya amúgy, hogy a vidrolán. Hát szerintem nem lehet. Nem lehet vele semmit csinálni. Ja, Zoli, elment el másik irányba? Ó, oh, gyerekek, megtehet hát minden, nem tudunk rá dolgozni, hát ilyet. Nagyon szépen köszönöm Gábornak a fölgyet. Nagyon szépen köszönöm. Azt mondják itt, hogy mennyi munka van, aztán közben nem találok semmit. Majdnem felborultak. De sokat írsz, Robikám, nem tudom ezt mind elolvasni így vezetés közben. Na, sikerült már talpra állítani ezt a patik gyereket? Én csak fel vagyok akadva, nem kell talpra állítani, meg kéne lökni három. Üzemanyagomat fogyasztják, én ezt hallgatom, hogy itt, én mint döbrögi, na, tudjátok, magyar, azt, mint a fogamat húznák, magyar, olyan. Magyar rossz, osztrák hát monarchia 1867-ben alakult. Blöki, hát te meg, te már mi kutyánk? 1880-ban születkezik Németországba. Hello, hova mész? Nem egy már buta kutya? 1900-as években megszerzik Bosznia-Hercegovinát. 1914-ben Sarajevóban merénylete. Sarajevóban. A Sarajevóban merénylete lesz. Mit kaptál? Nem kaptál enni? Hogy tartanak téged? Na, hát igen, jó azért, tehát nem zavar, hogyha néha beteszi ilyeneket, mert ebben is okosodunk, de ezt küldhetnéd akár lúzni. Van egy labda, halljátok már, fel lehet venni. Hopp, hogy vesszük fel. Hopp, ez csak megben. Hello, ne izélj már, most akarom eldobni, öcsi. Várjál már. Hogy csinálom? Ajaj, játszani akar a kutya, csak én nem tudom megfogni ezt a izét. Hogy kell megfogni? Ebet? Így, hogy csak csomagatod, ja, nem fog menni. Valahogy, íha. Na jó van. Figyelj, öcsi, dobom! Csak nem tudom, mivel kell. Az hogy csináltak? Megvan. Ja, így. Na jó, most. Jó, el is tűnt, bebagolt a labdát. De bocsi, ki kell lássad. És már jön utána. Ennyi, hogy ennyit játszottam, azt most már meg nem hagysz békén, mi? Figyelj, eltüntettem a labdádat. Nagy poéngyáros vagyok, mi? Jaj. Hova dobtad el? Hát itt a betonba belesüllyedt a labda. Semmi különös. Rózsaszín a nyelve is a kutyának. Biztos Miklósnak ezzel is baja lesz, hogy a kutya nyelve rózsaszín. A végén még sántalót kapnál. Aranyos tyutyi. Vagy egy fél út. Kutyából lehet szalonnát? Általában nem lehet a kutyából szalonnát. Kutyából nem lesz szalonna, ezt erre van egy nagyon okos magyar mondás. Közben jönnek ám a pénzek a jobb felső sarokba, ez azt jelenti, hogy hamarosan kiürül. Most lehet újra dolgozni, vagy lehet folytatni. Hát még a ezért is, a csűrt is ki kell üríteni, mert utána le fog menni az ára a dolognak. Böske kutya? Tényleg, te tudod, hogy ezt böskének hívják? Böskének? Hello, nem tudom megsimogatni, mert hát az olyat kezet nem ad. Kezet rá, pacsi? Pacsit tudsz adni? Eddig voltam érdekes, mi? Tehát itt a labda. Hogy került ide a labda? Már is leállítom a traktort, és elmegyek. Figyelj már, nézd már, hello, nézd már, van nálam egy laszti. Mindjárt megmutatom, ennyire buta kutya. És csak itt az orrod előtt, itt mozgatom. Van olyan mondás is, hogy buta kutya, azt hallottatok, mert kutyából nem lesz szalonna, olyan is van. Figyelj, böske. Azt, gyerekek, ezt nem lehet el könnyen eldobni. Na. Van szürke, barna, lód és vörös-barna. Hello! Barna. Rohadtul nem érdeklem. Tehát az látszik, sötét, hogy barna. Ez a kutya, ez nem egy társasági lény. Hopp! Mit csinálja? Ilyen lovak vannak. Ezt nagy nehezen így fel tudom emelni, de látjátok, mint hogyha ilyen gumin húzogatnám. És egy nem egyszerű, hát eldobni se. Nem tudom, mit lehet. Megint bebagolt. Ennyi a labda. Ennyi volt a labda. Még valaki esetleg valamit? Megvárom a lóvasságot. Öreg vagyok, én már ehhez ilyen kutyánk legyen, na jó. Nem lesz akció, mert két nap alatt nézem, most mit tudom, a hétvége alatt. Patrik, ki tudsz engem üríteni? Meg lehet. Engem üríts már ki, és akkor azt vigyük már, amit engem ürítsél onnan ki, mert akkor azt majd eladod utána. Csak már addig nem tudok dolgozni. Jó, és akkor milyen nevet szeretnél neki, Aurelius? Csivavát.
Nyis ki a csövét. Hát futok. Jövök. Bár állítólag lehetne így, mivel? Melyik gombbal lehet? Valamelyikkel? Tab. Írd meg, hogy milyen ez az enyém. Jaja, itt vagyunk. Aruri. Nyitom. Nyitódik. Azt mondja, tehát azt a levet akarod. Jó, rendben. Jól van. Tab, azaz. Hát én még most tanulom ezt a tabsi fülességet. Örülök, hogy tudtam, hogy van ilyen. Lehet így ugrálni, nem kell rohangálni mindenhova. Tessék, meg kell tudod. Te is szeretnél egy lovat? Szikra, jó. Milyen színű kérsz? Bézs. Mikey, ő Mikey, tehát ő rá nem haragszunk, ő mondhat bármit. Őt úgy szeretjük, olyan, mint a Muppet Show-ba két öreg, aki ott fent volt az izébe, állandóan morgolódtak. Na. Na, indítsuk. Milyen neve legyen? Szívesen. Combine bekapcsolás, B. Ura. Milyen neve legyen, szikra? B, mint bekapcsolás. Extra istálója van, szikra legyen, jó. Extra istáló van. Nem csak szép, okos is. Ti most udvaroltok egymásnak? Van ott gyerekek egy ilyen rúgyaszín plató, tehát ha esetleg az az ízlésetek, olyat szeretnétek. Jó, szóval ezt megoldottam. András, jutnám fel tudnak lépni. Lesz a fel. Szevasz, Gerle! Mi szél hozott? Mi repített idáig? Itt azért némileg útban van néhány fa, de én már ezt nem vágnám ki, bármennyire útban van. Hát azért egy tóparton legyen már egy kis árnyék. Azért ennyi fát hagyjunk meg. Nagy nehezen kikerültem. Kikerülted? Ha nem fogjuk meghagyni, kivágjuk és veszünk egy földet, ahol csak fa lehet. Na izé már. De. Nekem úgy hiányoznak ezek a fák, hogyha kivágnád. Mindjárt meg is vágnál. Ezt viszont az ETS-en nem nagyon jó ez a kormány, amit Vilmostól kaptam, mert hogy nincsenek pedálok hozzá, és, de például ehhez ki fogom majd próbálni, mert ugye itt nem kell annyira heves kormánymozdulatokat csinálni, úgyhogy erre majd rá fogom tenni a kormányt, és majd kipróbálom, hogy kormánnyal hogy lehet. Jó, ez már tiszta. Mondjátok meg ti, a cseten lévő okosok, hogy jobb ezt nézni így messzebbről, vagy közelebbről, tegyem a nézetet, hogy jobb ezt szerintetek nézni? Hát, mondjuk Lacit láttam, hogy ő messziről nézi. Ja, valamikor kérni fogok még egyet. Jó, hát amikor összegyűlik előlem, kérhet. Azt mondja, hogy... Majd live után lesz. Hát én nem akartam, belülről, az a baj, hogy belülről ezt így csináltam, csak akkor néha észrevettem, hogy a csík kimaradt aztán, tehát ez egy kicsit így húzósabb belülről. Már ott a csík, tehát itt az a baj, hogy mire az ember észreveszi, és nem az igazi. Nehéz irányítani belülről. Gyűjtök 10.000 valahány pontig. Ja, jó, oké, lehet, hogy addigra már nem fogok játszani, és nem tudsz venni. Szia, Geri! Üdvitt is. Nyugodtan, nem biztos, hogy utána már... Miklós, neked hogy... megvan egy farming is, vagy már, hogy játszottál? Nem vagy az a farmingolós típus, de már, hogy nem tudlak elképzelni egy combine-ba, de attól még lehet, hogy... Tévedek. Te játszottál már farminggal? Van neked ilyen farmingod? Csak kíváncsiságból kérdezem, mert úgyse jönnél velünk játszani, tudom, csak úgy megkérdezem. De amúgy én el tudom Mike-t képzelni. El tudod képzelni ilyen az éve? Egy rasztban jobban el tudom képzelni, hogy
nem tudom, az már megint más, vagy egy Seven Days to Die-ba is jobban el tudom képzelni. Ugyan látni nem láttuk olyan, mint Kalambónak a felesége, tehát ezt se látta soha senki, de... Van a Mikey-nak csatornája amúgy. Hát én fel vagyok rá iratkozva, csak nem nagyon tesz fel tartalmakat. De nemrég volt rá. Mert lusta. Én néztem most a legutóbbi módolt szervójukon, tett föl videót, tetszett amúgy, csak nagyon rövidnek ítélem meg. Hát meg nem beszél lukat a hasunkra, tehát ilyen csendes fiú. Nem jön beszélni se velünk, nem tudom, másokkal szokott-e beszélni. Ó, meggazdagszunk, nagyon jó pénzt adnak. Este GTA-zni? Hát, még az is lehet, bár csak hát ma már azért volt egy-két live, aztán nem tudom, hogy... Családdal is kéne foglalkozni. Kostyász is most elmegy dolgozni, úgyhogy nem is tudom majd. Laci, nem elköltem. Majd lehet, hogy ezt úgy lehetne inkább, vagy akkor lenne jó, hogyha tényleg úgy többen ráérünk, minél többen ráérjünk, és akkor hogy az szerintem úgy a vidám a hangulat szerintem. Itt én közben beakadtam egy bálába. Miklós meg nem ír rá nekünk semmit. Vagy lehet, hogy ír, de akkor jó hosszú szöveget ír. A kérdőgét jöttöd van? Nekem van, persze. És nem töröltem le, mint Kostyá Laci. Esetleg RP? Az micsoda? RP szerver. Szerepjáték, inkább úgy mondom. Ja, az akkor nem nincs. Én Axelnél is letöröltem a... De figyelj, megmondom őszintén, hogy attól függetlenül, hogy szerepjáték nagyon jó. Igaz, hogy módolt autók vannak benne módolt autók, vannak különböző frakciók, amikben tudsz jelentkezni. Például tudsz szőlőt szedni, amivel mustot csinálsz, amivel bort tudsz csinálni, el tudod adni. Tudsz horgászni. Ugye ott halat tudsz, cápát, teknős tudsz fogni. És ugye cápa pénz az azt jelenti, hogy ugye az fekete pénz, de elmondom neked azért, jó. Aztán hogy tudsz vadászni, ami megint jó pénz. Közben elolvasnám a 1008... Szia Mónika! Elolvasnám már az 1080. Lúcát Csíkbarónak, ami ugye 1080-as évről szól, és az van benne, hogy első Vilmos angol király levélben emlékezteti Róma püspökét, hogy nem tartozik neki engedelmességgel. És amúgy egyébként tényleg, ha már itt tartunk, csak egy kérdés, hogy hányan tudjátok azt, hogy egyetlen egy olyan király volt, én úgy tudom, más nem volt, egyetlen egy olyan király volt, akinek például a vétójoga volt a Vatikánnal kapcsolatban, hogyha ő azt mondta, hogy már pedig ez a valaki nem lehet pápa, akkor az nem lehetett. Tehát, hogy ilyen beleszólása volt, és ez nem volt más, mint a magyar koronának a tulajdonosa, hogy ez nekünk van egyedül szent koronánk a világon. Na mindegy, ez csak így, mint hogy ugye erről beszéltünk, és akkor már az 1081. is megjelent, akkor már elolvasom már gyorsan azt is, hogy Salamon és első László kibékülnek, Salamon lemond királyi jogáról, ez volt 1081-ben. És Andrisnak is köszi a lúcot közben. Szia Fanni! Szia, tíz, nem próbáltak ki? Nem, 300 forint teljesen után meg lemondod. Jaj, nem próbáltam ki. Miklósnak néha el kell mozdulni a gép elő, bármi hihetetlen, nem egész nap a gép előtt ül. Hát ez hihetetlen egyébként. Melyiket legalább? Hát te valamikor délelőtt is ott tudsz lenni, meg nagyobb. Délután is, bár hát sokan mondjuk munkahelyről néznek, még olyan is van. Ott a rögtön a tizenézés. Melyiket legalább? A 12-est vásároltuk meg. Szép nagy föld. Hú. Szia Fasírt! Szia Fasírt! Ugye hát Laci komámnál is megy a stream, csak azért, hogy oda is át mehetnétek dobni egy lájkot neki is. Nem soká vége lesz. Hát nem soká vége, mert van még 9 percetek, mert 7 körül bezárja, mennyire kell dolgozni, de
Ha átmentek, beköszöntök, dobtok egy lájkot. Biztos nagyon örülne neki. Így, Fanni, csókolom, Laci bácsi. Hát, Fanni. Mik vannak neked, milyen szlovéniaid? Na. Annika is megérkezett itt. 2011, 2013, 15 megván, összesen kb. 5-6 ezer UM van. Na, hát ezt erre voltam kíváncsi. Most azon sincs még bevetve semmi amúgy. Tehát úgy vettem meg, hogy nincs semmi a 12-esen. Patrick. Az pedig nem semmi, és akkor ő mondja, hogy nem ülanít a gép előtt. Egy játékban sincs ennyi órám. Kinek? Azt mondja a Mike, hogy neki összesen 5-6 ezer órája van a FS-be. Mondom én, hogy... Igen? Ilyen a Mike, én szeret játszani. Laci ment elvileg, én nagyon szépen köszönöm. Ugandába. Az pedig nem semmi, és akkor ő mondja, hogy nem ülenít a gép. Már kinek? Én nekem nincs ennyi. Azt nem tudja, nem tudja, na majd legközelebb. Igen, itt van egy kis hupli a földbe, mert itt nem is tudom mit csinál, mindegy. Igazán learadhatná azért, ha már így adódik, akkor is. Ha már így, YouTube, hali. Ti az olikám. Már megint megtelek. Van teherautónk? Üres. Van, remélek, van. Üres. Vagy hozzam el, vagy ott szabadon van, vagy nem, vagy mi van vele? Hát ott kell lennie valahol. De még akkor nagyba hurcolázta az anyagot is, azért nem tudom most, hogy áll. Üres? Üres vagy nem üres? Ki tudja, látta valaki? Megszivattam saját magam, XT, a Lepival rá. XT. Lepi rivált voltam az egész csatornámat egyesével, az összes videót most meg. Nyilvánosba teszek. Na, gratulálok, Kerikén. Hát még... az jó munka lehetett, biztos van. Hány videód van fent, Geri? Nem kevés, köszönöm szépen a lúzsot. Biztos sok. Igen, most legutoljára ide állítottam be, hogy alul menjen. Az erő legyen veletek, köszönöm szépen. Havid, és nem vertek el. És tudjátok, hogy lehet jó pénzt keresni amúgy? Hogy lehet ezt a Laci dollárt? Fingunk nincs. Beszerválni? Hát én elmondom nektek. Mondjad, mondd meg a tutit. Kitör a lovaknál a betegség. Kitör a lovaknál a betegség, és újat kell. Na jó. Nem, csak vicceltem. Na nézzük, hogy hol van itt a... Ez a kettő szabad összesen. Ja nem, van itt még. Ez mit húz? Mit húz a löcsi? Semmi olyat, ami nekem jó. Ez mit húz? Semmit. Hát visszajöttünk. Visszajött a kör. Visszajött a kör? Visszajött a kör. Na akkor csak megint megkérdezem, hogy... Mit csináljál? Nem, azért, hogy hol van a kis, mi a fene, a kis tartály, amiben tudnám... Fogalmam sincs hol a tartály. Hát valaki itt csak... Itt van, itt van. Hogy miért tankolnod kell megint, vagy mi? Hát nem, tele van. Ja, de le van... A kamion merre? Patrik, merre vagy a kamionnal? Igen, biztos, hogy... Patrik ül, vagy valaki benne ül, csak nem válaszolnak. Én direkt kérdezek, csak nem válaszolnak, hogy... Patrik ül benne, szerintem nem tudom, hogy merre van. Mész elmász. Kamionnal? Hát, hogy kamionnal vagy nem el, de ott van. Szerintem megint felakadt. De miért nem szól, ha felakadt? Hát nem sok maradt már ki ebből a kis földterületből, de így... Várja, azt nem tudom, hogy te... Így megálltunk. Szia, Zsuzsi! Laci, Axel... Szia, Mónika, köszönjük. Igen, Zsuzsi Patrikon ott nem tudom, hogy kocsival vagy anélkül, de a déli kikötőnél van.
Hát oda vitt eladni, de arról nem volt szó, hogy eltűnik. Igen, hallottuk már, csak randomnál is olyan kis csöndes voltál mindig. Fanny érdekel a FS19, azaz Rob. Laci, miért kérdezted bárba, hogy érdekel az FS19? Ja, csak úgy kérdeztem. Nem lehet megkérdezni? Nyilvános tette, ha tettem mind a 100 videóm, jó? Hé, de jó, ez így lehet döntögetni is? Ez tök állatlan, akkor... Lehet, hogy így elbújok a többiek elől, aztán nem dolgozok. Hát én vagyok Döbrögi, minek dolgozzak? Nekem azért vannak ja, munkásai, hogy elbújok, senki nem fog meglátni, hogy itt vagyok. Megeszem én szépen a kis tarisznyámból, előveszem a kis zsíros kenyeret hagymával. Jó, hát én nem tudom, úgyis 7 óra, hát akkor szerintem már ezzel úgyse jutunk most sehova. Hát igen, csak miért nem válaszol, Patrik, megint? No, mindegy, hát akkor mindegy, hát akkor én azt mondom, hogy én visszatekerek oda, aztán lemosom, vagy nem tudok nagyon mit, sok mindent csinálni, de akkor ennyit, és akkor ennyi. Megyek, borulok egyet, hát nagyon szép vagy, hogy most borulsz, most mondok sem. Nem mondok semmit, boruljál magadnak. Boruljál. Jól van a kicsi? Náluk vagy? Hát gondolom, ti tartjátok a kapcsolatot. Mi újság van a random égháza tájékán? Ó, gyerekek, hát itt is... Ó, itt is gyerekek, hát oda kéne letenni amellé, de... Az se egyszerű odáig eljutni, úgy tele van ez az udvar. Gyere ide! Elállok innen. Nem, megyek először... Azt jelenti, tedd ide le! Ide tedd le! Oda valahova akarnám, csak a másik helyére. De. Csak legelőször mondjuk lemosni, mit vittem volna, de például most azt se látom. Vagy, ja de ott van ez a kis pici vacak, jó van, akkor bocsi, itt mossuk. Én is látom a Patrikot, nem odajöttem. Itt vagyok, visszajöttem. Hát mert itt van már fél. Miért odaültél? Várjál már, miért odaültél? Mit kell itt megnyomni ehhez? Axel nem tudta kiéríteni. Nem, az F az nem az. Várjál, mit kell nyomjuk? R betű, jó. Mert összesározták teljesen. Nem tudom, ki volt az, de... Hát szerintem meg kell voltál. Nem tudom ki, te ne dumáljál, mert lelocsollak. Na, jó van emberek. Hölgyek, urak, 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás. Hát igen, most nekem nem sokára következik a 8 óra munka, nektek meg a 8 óra pihenés, Axelnak meg a 8 óra szórakozás. Ja, én nekem most kezdődik még. Így van. Is jöttem a kis kedvenc színemhez, úgyhogy most kezdődik a 8 óra a szórakozás. Bocsánat, csak itt anyukám izé... Halázik, már vízi nem viselek a kutyákra, vagy ilyesmi, és jövő héten vannak ki némendás. Ja, nézem már még ezt a kutyát. Aranyos, csak hát semmi haszna nincs. A mai napon. Hát azért, mert jöttem és dolgoztam, és segítettem. Azért, mert a Döbrögi megdolgozott érte, igen. Tehát... Mutasd a nyelved, add ide. Tehát most rengeteg pénzünk van egyrészt, meg... De olyan nagyon karcsú az a kutya, nem az, hogy nem etetitek rendesen ezt a kutyát? Mert nagyon sovány. Ki a gazdája, ha már földes van? Agár. Ki a gazdája? Hát föl kéne lépni. Agár, az nem így néz ki. Na jól van, én is köszi a figyelmet, akkor köszi, hogy itt voltatok. Jól van. Hát nem valószínű, hogy ma lesz bármi is, bár mondjuk most nagyon csábítottak Andris meg Geri, hogy ő GTA-zni akarnak, úgyhogy még az se lehetetlen, de hát már én is elég sokat itt ültem a gép előtt, aztán is megszólnak az ilyen Miklósok. Úgyhogy... Miklósok? Na, Miklósok úgyhogy... Persze, hogy egész nap ott ülök, ja. A Miklósok szólnak meg. Hát ez szép. Igen, így van. Na, köszi szépen, hogy itt voltatok, meg köszi a lehetőséget. Farmigozni fogunk, mert hát én meg akarom tanulni, nagyon kis noob vagyok, nagyon kis kezdő vagyok még ebbe a témába, de hát majd szépen lassan. Még lehet, hogy nekem is lesz egy ilyen buta kutyám. És sajátom. Én is köszönöm az egész napi figyelmet,
kettőt, akkor holnap majd találkozunk, nem tudom mikor. Igazából 11 tél felé. Attól függ, hogy ébredek föl, mert ugye éjszakás leszek. Nagyon szépen köszönöm a lúcokat, akkor Szikrának és Aurelius-nak rebonom majd a 2500 pontot, a lúcok meg jóváírom. Legyen kellemes estétek, aki teheti majd kövesse Axel csatornáját, és... Jössz te is, Zsolti, GTA-zni. Ó, hát akkor csak mennem kell, akkor nincs mese. Hát akkor lesz GTA, gyerekek. Szóval hát még, lehet. Akkor még bármi lehet, jaj. Na, sziasztok, kellemes estét, sziasztok. Hello.